Az év utolsó önkormányzati ülésén beszámoltak tevékenységükről és jövő évi terveikről a Bátaszéki önkormányzat által fenntartott gazdasági társaságok. A beszámolókat elfogadta a testület. A képviselők döntöttek a jövő esztendőre érvényes szociális rendelet részleteiről. Több ellátási típusnál is változások állnak majd be. Rendkívüli települési támogatások között egyrészt a létfenntartáshoz kapcsolódó települési támogatásnál lehetővé tette most már a képviselőtestület, hogy ez hivatalból is megállapítható legyen. A gondozási központ javaslatára a Szociális Bizottság fog ebben az esetben döntést hozni. Szintén ennél az ellátás típusnál a minimálisan megállapítható összeget az eddigi 3000 forintról 4000 forintra emelte föl a képviselőtestület, illetve az egyfőre jutó jövedelem tekintetében is változást vezetett be, míg korábban a nyugdíj minimumnak a 150%-a volt a határ, most a 200%-a, azaz 57000 forint lesz az a határ, amit vizsgál majd a bizottság, és ami alapján ugye valaki jogosultá válhat. A másik rendkívüli települési támogatás, ahol jelentős változás lesz, az a temetéshez kapcsolódó rendkívüli támogatás. Itt az összege változik, 25 ezer forint volt eddig, és mostantól 35 ezer forint lesz. A lakhatáshoz kötődő települési támogatás esetében eddig 2500 és 5000 forint között terjedő összeg volt megállapítható, ezt az összeget most 3000 és 8000 forint között állapíthatja meg a döntéshozó. Teljesen új támogatási forma is bevezetésre kerül, amit szintén a bizottság fog elbírálni, az ünnepekhez kapcsolódó települési támogatás. Korábbi testületi ülésen már döntött a képviselőtestület egy közérdekű adományozási forma, jogi forma bevezetéséről. Ehhez kapcsolódóan meg is nyitott egy számlát már az önkormányzat. Erre gyűjtjük az adományokat, jelentkezhetnek magánszemélyek és jogi személyek egyaránt. Megállapodás kötését követően várjuk az összegeket, és ennek az összegnek a felosztását fogja a bizottság elbírálni. Döntött a testület a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáról. A korábbi évekhez hasonlóan két intézményben, ahol a létszám eléri a 35 főt, kötelezettséget vállal a hátránnyal élők munkába helyezésében. Rehabilitációs hozzájárulás fizetésére lenne köteles az önkormányzat, amennyiben nem alkalmaz megváltozott munkaképességűt. A közös hivatal és az óvoda, ez a két intézmény. A közös hivatalnál egy fő 5 órában kerül foglalkoztatásra a jövő évben, illetve egy fő 4 órában. Ehhez a hozzájáruláson felül 870 ezer forintot kell az önkormányzatnak hozzárendelni, ezt biztosítani fogja a testület. Ezen kívül az óvodánál 4 fő 4 órában a továbbiakban is foglalkoztatásra kerül a képviselőtestület döntése alapján. Bozsonyik Róbert polgármester értékelte az elmúlt esztendőt. Kifejtette, minden az erre az évre tervezett beruházás megvalósult. Nagyon-nagyon mozgalmas esztendőt tudunk magunk mögött, hiszen nagyon sok területen fogalmaztunk meg kimondottan 2019-re olyan elképzeléseket, amiket meg szerettünk volna valósítani. Legyen az közművelődés, legyen a szociális ellátás, városfejlesztés, és ezeket igyekeztünk is, sőt azt lehet mondani, hogy tudtuk is teljesíteni, hiszen megszerveztük azokat a programokat, amik a város életében fontosak, működtettük a közművelődési rendszerünket, biztosítottuk a szociális feladatellátást, a gondozási központot fenntartottuk, városfejlesztések tekintetében elvégeztük mindazokat a feladatokat, amik fontosak, hiszen az egészségügyi intézményünket felújítottunk, de haladtunk a toppos pályázatok megvalósításával, hiszen most évvégére az ipari alapinfrastruktúra pályázatunk az befejeződik, jó ütemben halad az agrárlogisztikai központ építése. Tehát azt gondolom, hogy azokat a feladatokat, amelyeket 2019 év elején kitűztünk magunknak erre az esztendőre, azt meg tudtuk valósítani, hát és megspékelődött két választással, hiszen egy Európai Uniós választást is zajlott a településen, illetve országos szinten is, és hát döntöttek a bátaszékiek arról, hogy a következő esztendőre kinek a kezébe adják a város irányítását, hát erre is fel kellett készülni, és ez is gyakorlatilag mindazoknak a közszereplőknek, akik indultak a választáson, komoly feladatot jelentett. 2020-ban lesznek ott még adósságaink, amiket teljesíteni kell, és hát készülünk gyakorlatilag az elkövetkezendő esztendőre, és rajta keresztül az 5 esztendőre, hiszen itt az év elején össze kell állítsuk az 5 éves cselekvési programunkat, végig kell gondolni, hogy a jelen start helyzetből hová kívánunk eljutni majd 2024-re, és azt apró pénzre 2020-ra már le kell bontanunk.
Fontosnak tartom még azt, hogy megtaláljuk azokat a kapcsolatokat, és megtaláljuk a hangot mindazokkal, akik a várost kívülről tudják segíteni. Tehát nagyon-nagyon kell erősítsük az együttműködésünket mindazon politikai vezetőkkel, akik befolyással bírnak a város fejlesztését, ez is szükséges források odaítélésére, mert nélkülük nem fogunk tudni akár egy idősek nappali ellátás intézményt megvalósítani, de nem fogunk tudni közművelődést tenni, adott esetben egy új művelődési házat megvalósítani. Ezen már jelen pillanatban is dolgozunk. Nagyon bízom benne, hogy akár a térségünk országgyűlési képviselője, de a megye valamennyi országgyűlési képviselője segítségünkre lesz, hogy ezeket az elképzeléseinket meg tudjuk valósítani.